Kedves nézőink! Vendégemmel egyszer már beszélgettem, de akkor a diskurzus rövidre sikeredett. Ugyanis az újpesti városnapokon készített interjút elmosta az eső. Így azt sem tudtuk megmutatni önöknek, hogy Flock Bernadett, az újpesti rúdtáncos miként készült a londoni világbajnokságra, amelyen övé lett az aranyérem. A beszélgetést most folytatjuk, de előtte tekintsenek meg egy rövid filmet. Hát szervusz, Detti, remélem, hogy ezt a beszélgetést most már nem szakítja meg az eső. Én is. Bízunk benne, hogy nem mázik be a stúdió. Hát kezdjük a végén, illetve a legelején. Elmentünk és megnéztünk téged, hogyan készülsz egy versenyre, milyen gyakorlatokat csinálsz az edzésen. Hát borzasztó, hát nem egy könnyű kenyér ez. Hát nem. Egy ilyen törékeny kislány, hogy a fenébe tud fennmaradni ezen a rúdon? Sok gyakorlás, edzés. Hát de láttunk téged, hát azért olyan izmaid nincsenek, mint a bodybuildereknek. Ez a technika, vagy mennyit kell edzeni egyáltalán, hogy olyan gyakorlatot tudjál bemutatni, amit a zsűri elfogad, magasra értékel, és netalán te nyerjél vele? Hát magát a küremet azt 3 hónap volt összerakni. Ez még eredetileg ugye a magyarországi versenyre készült el, majd Londonra a kötelező elemek miatt kicsit át kellett alakítani, és akkor ez még úgy körülbelül 2 hónap volt, hogy mert annyit kellett rajta változtatni, hogy meg finomítani, meg a változtatások ugye
időt igényeltek, úgyhogy ez legalább még egy-két hónap volt utána. Amikor megtudtad, hogy elindulhatsz a londoni világbajnokságon, akkor egy külön gyakorlatot raktatok össze, vagy ezen a versenyen úgy, mint teszem azt a műkorcsolyában van szabadon választott és kűr szabadon választott, és úgy mondják, hogy előre megadott gyakorlatot is meg kell csinálni? Nekünk most úgy volt, hogy volt, megadtak x darab kötelezőt, és abból 10 darabot kellett belerakni a kürbe, és megvolt, hogy hajlékonysági, erősségi, egy forgórudas és egy forgást kellett belerakni a kürbe. És akkor választottunk, hogy melyiket. Hadd kérdezzem meg, mi kellett az, hogy forgórudas, mert ugye mi a forgatáson láttuk azt, hogy két rúdon dolgozol, az egyik akkor fix, a másik pedig? Igen, a versenyeken két rúd van a színpadon, ezt megadják, hogy milyen magas, milyen vastag, milyen fajta. Az egyik forgó, a másik pedig fix, és akkor ezt is megadják, hogy melyik oldalt van a fix, illetve a forgó. És a forgó rúd az a tengelye körül, attól függően, hogy mekkora lendületet adunk neki, annál jobban forog. És akkor ugye ezt is nézik, hogy mennyire forgatjuk be a forgó rudat, hogy milyen trükköket csinálunk meg rajta. Milyen alapok kellenek ahhoz, hogy valakiből egy elfogadott rúdtáncos váljon? Igazából ezt is érdemes minél előbb elkezdeni, mert a hajlékonyság az elengedhetetlen, illetve ugye művészi sportról beszélünk, tehát a nyújtott térd, spíc, illetve ez a mozgás koordináció nagyon fontos. Tehát minél előbb, illetve nekem mondjuk megvolt az alapom ilyen szempontból, hogy szinkronúztam. Hát ott is azért a szépség, és ahogy kinéztek, és hogy a gyakorlatokat csináljátok, az a férfi szemnek, hát az gyönyörű. Tehát alapvetően el lehet kezdeni, úgyis, hogy most senkinek semmilyen alapja nincsen. Úgy valószínű, hogy ugye nehezebb lesz, hogy ugye a térdet is ki kell nyújtani, spiccet, spárgát, mindent. Igazából szerintem az a legjobb, ha valaki eresgézett aztán ugyanide, mert akkor meg olyan hajlékony, hogy bármit meg tud csinálni. Konditeremben jártok? Súlyzókkal erősítetek? Szoktak erősítő edzéseink is lenni. Én konditeremben szoktam inkább eljárni, mert azt otthon is közelebb el tudok menni, és nem kell beutaznom Pestre, de vannak erősítő órák is a stúdióban is tartanak. Itt azért elmondjuk a kedves nézőknek, hogy te azért újpestinek számítasz, hiszen itt születtél, itt jártál a általános iskolában, sőt, itt most a Könyves Gimnáziumban tanulsz, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt az első órát egy kicsit ellógtad, és be tudtál jönni hozzánk ide a stúdióba. Mi lesz a második óra? Matek, azt hiszem. Óha! Hát persze most kezdődött még a tanév, nem kell félni tőle. Jut eszembe, milyen tanuló vagy? Jó, olyan 4-es, 5-ös, igyekszem. Amikor elvégzed az iskolát, akkor utána mit szándékozol tenni? Mindenképpen a sporttal szeretnék foglalkozni, és remélhetőleg a rúdtánc tréner képzést is el fogom tudni végezni. Mindenképpen a sport irányba szeretnék tovább menni. Tehát a gimnázium után talán testnevelési egyetem, vagy valami ilyesfajta? Igen. Ebben gondolkodol? Igen. Mennyire kell odafigyelned arra a hétköznapokban, hogy te egy rúdtáncos vagy? Mire kell vigyáznod a markodra, a lábaidra? Mert azért itt azért fogni kell, ha lejött a bőr a kezedről, hát nem nagyon tudod megmarkolni ezt a rudat. Igazából így a hétköznapokon különösebben nem kell semmire se figyelni. A verseny előtt ugye diétáztam, tehát akkor az étrendre kellett figyelni. Amúgy meg, hogy ne törjem össze magam, mert hát most eltöröm a lábam, akkor az nem jó. Úgyhogy tényleg a verseny előtt én már úgy közlekedtem, hogy a lépcsőn így sokkal lassabban mentem le, mint amúgy szoktam. A kezünk az pedig állandóan bőrkeményedés van rajta, úgyhogy az pedig állandóan fáj, úgyhogy már hozzá vagyunk szokva. Meg ugye a bőrünket azért eléggé meg szokta nyúzni, úgymond a bőr, úgy a rúd, úgyhogy... Hát igen, én emlékszem annak idején, amikor általános iskolába jártam, akkor persze akkor nem fémrudak voltak, hanem föl kellett mászni az úgynevezett rúdon a tornaterem tetejére. Hát volt, aki jött lefelé és elégette a lábát, a combját, mert abban fogockodott, a bőrt leégette róla. Mennyire veszélyes sport ez különben? Hát én azt mondanám, hogy eléggé, mivel hogy megvan, mert hogy 4 méter magas a rúd, tehát most a legmagasabb pontján fönn vagyunk, és ott valaki leesik, akkor az elég veszélyes tud lenni. Lent nincsen puha? Tehát nincsen parkettára estek, vagy betonra, vagy van valami szőnyeg? Van egy ilyen muffinnak nevezett szivacs, és akkor azt, aki fél, vagy parázik egy kicsit, akkor azt az alá beszokták rakni, hogy akkor mégiscsak valamivel puhábra essen, de olyan is előfordult már, hogy ott volt alatt, aztán mellé esett a lány, úgyhogy ez te nem használsz ilyet?
Hát néha, tehát ha olyan van, akkor igen, de igazából nem, mert akkor nagyon, meg szerintem az a baj vele, hogy nagyon megszokja az ember, hogy ez ott van, hogy biztonságot ad, és ha kiveszik alul, akkor meg benne van az a félsz az emberbe, hogy akkor már nem meri megcsinálni. Egy junior világbajnok már valamit tud, minden bizonnyal. De hát itt nem lehet megállni, nem szabad megállni, mert tudjuk azt, hogy itt is egy nagy lépcső van a junior és a felnőtt kor között. Mennyire kell fejlődnöd, miben kell még fejlődnöd, hogy a felnőttek között is odaérjél a csúcsra? Nagyon sok mindenben. Mivel hogy most eléggé sok ideig csak ugye a küremet csináltam, így új trükköket kéne mindenképpen megtanulnom. Erősödnöm is kéne, úgyhogy... Tehát erősödéssel azért vigyázni kell, mert akkor a gyönyörű alak szóval akkor az átalakul. Hát nem feltétlen annyira, tehát... Hogy telik egy napod? Hogyan készülsz, teszem azt, ha van egy verseny? Nem egy edzés, mert az ember edzést tudjuk, az, hogy reggel lemegy iskolába, vagy elmegy dolgozni, aztán délután lemegy a terembe, aztán majd lesz valami. De ha egy verseny van, akkor egy napod hogyan telik? Hát attól függ, hogy van-e iskola, vagy mondjuk most nincs iskola. Hát reggel felkelek, akkor egyből ugye mondjuk London előtt nagyon sokszor volt, hogy reggel 6-ra mentem be edzésre, vagy hát 6-kor keltem, hogy a reggeli órákra be tudjak járni edzésre. Akkor bementem, gyakoroltam ugye a küremet, figyeltem az étrendre, úgyhogy hát nagyjából ennyi, akkor minden nap be kellett utazzak, edzettem, és akkor úgy nagyjából ennyi, mert ugye az iskola miatt úgy egyszerűbb volt jóval. Most, amikor kim voltunk és felvettük ezt a pár kockát, illetve az egyik gyakorlatodat, akkor nem láttam melletted edzőt. Mindig egyedül dolgozol? Nem, Pálmalfi Barbara volt a felkészítőm a londoni versenyre. Most ő jelenleg Olaszországban van munkaügyileg, úgyhogy most ő nem tudott jelen lenni. Általában vele szoktam edzeni, meg ő megmondja, hogy hogy kéne, segít nagyon sok mindenben, és utána akkor én hetente ugye bejárok még külön gyakorolni, hogy akkor csak az van, hogy a gyakorlatsoromat megcsinálom, hozzászokni, tehát hogy egybe azt a 4 percet ki kell bírni. Meg, ez kegyetlen hosszúnak tűnt nekem ez a 4 perc. Hát mondjuk ez is jó, mert amikor a verseny előtt, mondjuk az utolsó héten, akkor már ugye minden nap bementem, és akkor napi 2-szer megcsináltam. És ott a versenyen az adrenalin löket, ami ugye így a verseny miatt bennem van, akkor már gyakorlatilag nem is éreztem annyira megterhelőnek úgy a küremet. Mennyire népszerű sport ez a rúttánc, mondjuk itt Magyarországon, illetve külföldön? Hát Magyarországon szerintem annyira nem elismert, mint sportág. Ugye szeretnénk olimpiai sportággá tenni, úgyhogy reméljük, hogy ez előbb-utóbb sikerülni is fog. De egyre többen vannak itt is. Külföldön is sokan vannak, úgyhogy ott is egyre nézők? Inkább. Hát rengeteg, vannak. Sok? Vannak, igen. Általában férfiak, ugye? Hát nem feltétlen. Ha már a férfiakról esett szó, rúttáncos fiú van? Van, igen. Van olyan? Vannak bőven, úgyhogy már a londoni versenyen már selejtezőt is tartottak nekik. Az igen. Tehát azért úgy belegondolok, milyen érzés lehet, hogyha bemegyek egy terembe, és ott hát nem túlöltözött lányok csüngnek, lógnak a szeren, és egy férfi bemegy oda, és akkor körülte jó ég, hova kerültem. Hogy fogadjátok a fiúkat? Hát nagyon jó, mivel hogy eszméletlen, amit csinálnak, mert teljesen más nekik is a kötelező elem, illetve a gyakorlataik is. Igazából szerintem ezt, tehát ha azt mondom, hogy férfi rúdtánc, akkor alapvetően mindenki arra gondol, hogy most ott van egy rúd, és akkor a férfi azt körül táncolja, pedig nem erről van szó. Alapvetően úgy kell elképzelni, mint egy torna gyakorlatot, tehát ugyanúgy, mint egy nyújtót, vagy bármi más szertornát, csak ugye itt a rúd függőlegesen áll. Ennyi az egész. Úgyhogy tényleg mi mindig ámulva nézzük a férfiakat, hogy milyen erejük van, és hogy miket képesek megcsinálni, és tényleg csak ámulunk, hogy Jézus, ezt hogy lehet megcsinálni, úgyhogy... Trükkről beszéltél, hogy új trükküket kell megtanulnod. Igen. A trükk viszont akár a cirkuszba is beválhat. Egy-egy ilyen gyakorlat, azt hiszem a cirkuszban, a porondon is megállná a helyét. Létezik olyan, hogy rúttánc bemutató, teszem azt egy cirkuszi műsorban? Létezik, ezt kínai rúdnak hívják, és az a cirkuszban létező dolog, tehát az is mint egy légtorna, tehát ugyanúgy, mint a trapéz, vagy bármi a karika, az is mint egy légtorna szerepel a cirkuszban. Onnan is ered ez a hétköznapi rúdtánc, amit mi csinálunk, mint sport. Szóval,
ha ne talántán kiöregedsz, ami még Jézus Mária, hol van az, hiszen most vagy a, most kezded, most fogsz beleérni a nemzetközi mezőnybe, akkor nem létezik az, hogy gondolsz egy olyan picit, hogy hát a cirkusz felé is lehetne menni. Hát igen, bennem van az, hogy lehetne menni, még ahhoz is rengeteget kell fejlődni, mert azért más dolog, tehát hasonlít a kínai rudas dolog a mi rutáncunkhoz, de azért eléggé más, mert az mégiscsak egy cirkuszi. Az edzésen hallottam azt, hogy rövidesen itt Magyarországon lesz egy nagy verseny. Igen. De azt is hallottam, hogy hát te nem indulhatsz. Itt ilyen nagyon kemény szabályok vannak, hogy bizonyos életkor alatt vagy fölött, szóval hogy is mondjam, junior korú nem indulhat a felnőttek között? Hát ez még nagyon nem alakult ki, tehát még ez a sportág maga is, főleg így a versenyzés, ez nagyon kialakulóban van. Alapvetően ez volt, nem tudom, hogy ez volt az első ilyen junior, tehát olyan világbajnokság, ahol junior korosztályúak is indulhattak, illetve alattunk lévő korosztály is indult. A Miss Pole Dance verseny lesz most október végén, azt hiszem, és ott csak felnőtt kategóriát indítottak. Nem tudom, hogy lesz-e junior, mert a Miss Pole Dance verseny az egy másik világbajnokságra selejtező, és nem tudom, hogy az a világ, az a szövetség indít-e junior kategóriát, de ha indít, akkor mindenképpen szeretnék majd ott is elindulni. Tehát nálatok is több szövetség van, igen. Akik, mint a ökölvívásba például, hogy ilyen meg olyan, és akkor, de hát lehet csinálni egyesített világbajnokságot is akár. Ha ugye arról beszélünk, hogy versenyző vagy, iskolába jársz, edzésre jársz, és versenyzel. Mire készülsz most, ha véletlenül most ezen az októberin nem indulhatsz el, mik vannak még idén neked? Most szeptember végén lesz egy verseny, utána pedig tavasszal szokott lenni a versenyidőszak úgymond, mert akkor rendeznek több hazai versenyt is. A hazai versenyeken kik a dominálók, kik a legjobbak Magyarországon, persze rajtad kívül? Hát ugye az edzőm, a Pálmafi Barbara, ő indult a világbajnokságon egyéniben is, és a duó párjával, az Ilkával kétszeres duó világbajnokok. Tehát ez, hogy csak a duó az párost jelent ugye, igen, a ti sportágatokban. Apropó, neked is van párod és vegyes párod is? Van egy duó párom, Szlávi Eszter. Hát ő már nem, tehát érdekes, hogy vele is hogyan kerültünk össze, mert ő már viszont nem junior korosztálya, tehát ő már felnőttben indult a versenyeken. Illetve volt egy verseny, ahol még nem, tehát 16-tól lehetett indulni, én pont 16 voltam, és akkor azon a versenyen kerültünk így egymás mellé, hogy a duóban sincsen olyan erős mezőny még, és hogy akkor mi lenne, ha indulnánk. Úgyhogy most a szeptember végén lévő versenyen valószínűleg fogunk is indulni duóban. Hova lehet eljutni ebben a sportágban? Most junior világbajnok vagy, előbb-utóbb felnőtt leszel. Mi a cél? Mi az, amit kitűztél magadnak, hogy hát mi szeretnél lenni? Rúdtáncos. Hát igen, ezt már a múltkor is voltad, hogy rúdtáncos, de hát gondolom valami eredmények. Ugye hát azért mindig csak dolgozni, edzeni, eredmények nélkül az akkor azt jelenti, hogy hát egy középszintű versenyző vagyok. Szeretnék mindenképpen minél magasabb szintre eljutni, azt nem mondom, hogy felnőttben is világbajnokságot nyerni, mert azért ott már nagyon erős mezőny van. Egyelőre most szeretném kihasználni, hogy még juniorban kevésbé erős a mezőny, és itt még lehet tehát itt még tudok úgy helyezést elérni, hogy ezzel elégedett lehessek, szeretném mindig a legtöbbet kihozni magamból. De ti ez drága sport? Hát viszonylag igen, mivel hogy ugye a... Hát olyan sok cucc is rajtatok, hát ez nekem nem mond. Hát igen, de azért az is. Szóval mi kell hozzá? Tehát forintosítsuk. Jó, forintosítsuk. Nem érdekel, hogy mennyibe kerül egy óra edzés, vagy akármi. Tehát hiszen azt tudjuk, hogy mindenért fizetni kell. De teszem azt, mibe kerül neked egy kürruhád? Hát egy kürruhám, azt ugye varrattuk varrónővel, tehát az ugyanúgy, mint más sportágakban, úgy... Hát olyan 20 ezer forint körül. Mi az vannak. A kis bugyika, meg az a kis pici íze, az ilyen drága? Nem, mert ez most itt az edzős ruhámban voltam, és nem a kőruhámban, mert a kőruhám az ugye egy ilyen egybe fehér dressz, és azt meg kellett váratni, tehát az gyakorlatilag olyan, mint egy fürdőruha, vagy egy RSG-seknek mondjuk egy dressz.
Csak ugye itt figyelembe kell azt venni, hogy ott az oldalunk kilátszódjon, illetve a combunkat, meg hogy ne legyenek rajta olyan fityegő részek, amit esetleg kűr közben esetleg leszakadhat, vagy mi magunk letépnénk. Tehát, hogy nagyon oda kell rá figyelni, hogy mi magunk milyen ruhát tervezünk magunknak, vagy hogy miért szeretnénk. Illetve, hogy ugye passzoljon a kürhöz, mert hogy ezt is nagyon nézik, hogy a zene, a mozgás, a dress, a smink, tehát tényleg olyan a londoni verseny előtt is olyan leírásokat kaptam, hogy a sminkem milyen lehet, meg hogy a fülbevalómat mielőtt felmentem a színpadra kiszedették, tehát hogy nem, tehát mindenre nagyon odafigyelnek. Kívánom neked, hogy tanuljál jól, jelentkezz a testnevelési egyetemre, közbe versenyez, és ne talán legyél te az első magyar profi rúdtáncos, aki nem csak a szépségével, az ügyességével keresi meg a kenyerét, hanem az eredményeivel is. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk. Remélem találkozunk még, és sok sikert kívánok. Köszönöm.